Hello! Üdvözlöm mindenkit legújabb adásával az Anime & Japan Critics. Majd elsőmmel ismételt egy eléggé érdekes és persze komikus történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint az Isekai Quartet. Az Isekai Quartet műfaj tekintve a komédia és a fantasy kategóriájához tartozik. Maga a történetünk egyes egyedül anime formájában jelent meg 2019 és 20 között, mikor Minoru Ashina rendező és forgatókönyvíró összesen két évad formájában 24 részt és 4 kis special jelentetett meg. Történetünk egy a miénkhez hasonló világban játszódik, melybe egy napon egy különleges iskolába számos furcsa alak kerül megidézésre, kik maguk is már korábban másik világban ébredtek fel a szülővilágukhoz képest. Azonban kalandjaik csak eztán kezdődnek el igazán, melyben a humornak és a rejtélyeknek számos elemével találkoznak. Többek között az Overlord, a Rezero, a Konosuba, a Yojoshenki, a Shincho Yusha és a Tateno Yusha szereplőinek felhasználásával, kik ezúttal is egy nehéz feladattal kell, hogy szembesüljenek. Összességében nekem tetszett ez a kis történet, mely nem csak humoros, de érdekes is volt egyben. Talán a legfőbb hiányérzetem maga a gyengébbre generált képminőség volt, valamint a lezárás. Így ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor az Isekai Quartet egy 10/7-es alkotás lenne az én megítélésem szerint. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!